Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a Budapest Pride felvonulásról lesz szó. Milyen hatása van ennek a közéletre, illetve mi az, amit ebből leszűrhetünk arra nézés, hogy hol tartunk időben? Mert úgy gondolom, hogy az én véleményem egyértelmű, már maga a jelenség, hogy ez egyáltalán egy dolog, igen problematikus számunkra. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A Refresher.hu weboldalról megtudhatjuk, hogy 2024. június 22-én került sor a Budapest Pride tüntetésre, legalábbis ők így hívják ezt, az ország legnagyobb emberi jogi tüntetése, ahol mindenkinek helye van, aki egy szabad, elfogadó, demokratikus országban szeretne élni. Egy gondolatot mindenképpen megosztanék azzal kapcsolatban, hogy mennyire szabad, elfogadó és demokratikus ez a világ, amit ők akarnak. Mindaddig helye van az embernek abban, amíg elfogadja ezt a degenerációt. Ám amint ezzel valamilyen formában egyet nem értését fejezi ki bárki, onnantól kezdve ő kirekesztő, szélsőséges, extrém, transzfób, homofób, szexista és mindezek keveréke. A szervezők reménye szerint a vedd vissza a jövőd jelmondat rámutat társadalmunk különböző hatású, de nagyon is hasonló gyökerekből eredő, egymás tápláló rendszer szintű problémáira, úgy mint a rasszizmus, a lakhatási válság, az ökológiai krízis, a demokráciába vetett hit válsága, a homofóbia, transzfóbia és a szexizmus. Attól tartok, hogy ők fordítva ülnek a lovon, ugyanis a társadalmunk hanyatlását az demonstrálja, hogy egyáltalán létezik ez a felvonulás. Nem arról beszélek, hogy az emberek, akik részt vesznek ezen, hogy nekik nincs helyük az életben, vagy én bármi rosszat kívánnék nekik. Aztán azt a gondolatot szeretném megerősíteni, hogy amint megjelennek ezek a degenerált viselkedés formák a társadalomban, és nyernek egyre nagyobb teret ott, elfogadottságot, az egyértelműen jelzi az ember számára, hogy ott problémák vannak. Nekem van egy ötletem. Gondolom, abban egyetértünk, hogy tényleg nem lehet gyereke, mivel nincs méhe, amiről nem tett senki, még a rómaiak sem. De joga lehet hozzá, hogy gyereket szüljön. Remek ötlet, Judi. Nem tudunk megegyezni abban, hogy mi az, ami jó és rossz, hanem létezik egy erkölcsi mérce, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami jó és rossz, és ez nem más, mint a Teremtőnknek a szava, ami a Bibliában található. Nem azt mondom, hogy vissza kell mennünk a büntetési mechanizmusok alkalmazásához, ugyanis nem egy teokráciában élünk, de az nem azt jelenti, hogy az ott található elgondolások, alapelvek, iránymutatások, minták, azok ne lennének érvényesek minden korra. Pont ezen nagyszerű abban a korban, amiben élünk, hogy láthatjuk azt, hogy mi történik, a saját szemünkkel láthatjuk, hogy mi történik akkor, ha elhagyjuk ezt az utat, miként omlik össze a társadalom és az egész világ körülöttünk. Miért jöttél ki most ide a Pride-ra? Ez egy jó buli minden évben. Sokadik Pride-otok már? Nekünk igen, neki ez a második. Kihoztak a gyerekeim, azért jöttem ki a Pride-ra, mert ez egy ilyen nagy családi esemény nálunk, és akkor együtt jövünk. Minden évben eljövünk, nagyon meleg van, nagyon sok vizet hozunk, és jól érezzük magunkat. Ez az első, amit mondott így, hogyha haladunk át, hogy szeretni kell a gyerekeket, mindegy, hogy mi az, ami történik. Függ attól, hogy mi az, amit szeretetként definiálunk. A szeretet nem azt jelenti, hogy az ember elfogadja a másikat bármilyen hibája vagy hiányossága ellenére vagy azzal együtt. Igen, tisztában vagyok azzal, hogy mindannyiunknak vannak hibái, és azokat nem lehet kijavítani egyik napról a másikra. Azonban, ha elfogadunk mindenkit olyannak, amilyen ő, akkor megáll a fejlődés. Nem tudom, hogy ez miért olyan nehéz megérteni, de ha egy gyereket elfogad a szülő olyannak, amilyen az a gyerek, akkor az örökké egy gyermek lesz. Lehet, hogy felnő fizikálisan, és egy felnőtt testbe zárt gyerek lesz. Meg kell határozni egy gyereknek, hogy mi az, ami helyes. Korlátokat kell szabni a gyereknek. Ráadásul igen szűk korlátokat, hisz az út keskeny, a kapu pedig szűk, és kevesen vannak, akik beletalálnak abba a végén majd. Egyik oldalról tehát igen, el kell fogadni úgy, hogy az ugyanolyan esendő, mint amilyen én vagyok, az a gyerek, vagy a társam, vagy a barátom, vagy a családtagom. De a másik oldalról nem fogadhatom el olyannak, amilyen, mert akkor nem fog fejlődni tovább.
És mindez le van írva a Bibliában. Nem azt mondja az atya, hogy mindenkit el kell pusztítani csak azért, mert ilyen. Azt mondja, hogy segíteni kell megváltozni ezeknek az embereknek, hogy ne legyenek ilyenek. Nem csak ők, hanem én sem, mi sem. Hogy mind hagyjuk el azokat a tulajdonságainkat, amelyek számára, meg az egész élet számára elfogadhatatlanok. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!